Eszlem és a bor kapcsolatáról szól a következő fél óra. Egy pécsei borász ugyanis felkérte a Slam Poetri közösséget Veszprémben, hogy írjanak szlemeket az ő borairól. Vajon mi a szlem? Talán ez a kérdés is felmerül már a hardagatóban. Nem sokára válaszolunk erre. Előtte azonban megismerjük a borászt, aki megihlette ezeket a művészeket. Köszöntöm a stúdióban Dufek Zsófia Szlemert, aki az odalökött költészet Veszprémi Slam közösség oszlopos tagja szervusz Zsófi. Köszöntöm én is a hallgatókat, szia. És velünk van Móroc Tamás Borász is, a Móroc pincészet tulajdonosa. Jó napot kívánok, szervusz Tamás. Sziasztok, köszönöm a hallgatókat. Te voltál, aki felkérted a Veszprém Szem közösséget, hogy a tagjai írjanak különböző szlemeket a te boraidról. Nem sokára ezt az indítatást is megtudjuk előtte, azonban ismerjünk meg téged. Lehet úgy fogalmazni, hogy első generációs borász vagy a családban? Alapvetően lehet úgy fogalmazni, uh, azzal nagyon pici különbsége, hogy nagypapámnak volt a Füredcsopoki borvidék vörös belényi részén egy kis három hektáros birtoka, de igazából nem azt vettem én át. Ő azt uh, élete vége felé eladta, én pedig uh, viszont arra nagyon jó volt a, a mi közös ténykérésünk, hogy abszolút megfertőzött a szakmával. És uh, volt egy pont, amikor egy ilyen átkattant bennem, és, és abszolút életcélom lett, illetve egy ilyen nem tudok mást elképzelni az életem, mint hogy borokat készítsek. Egész mással kezdtél egyébként? Ö, igen, egy nagyon picit más irányba akartam menni, ugyanúgy a kertészeti vagy agrár mm -hmm. vonalon, de aztán a, a szülőbor felé fordultam. Valószínűleg már ilyen öt éves korom környékén megfertőzött vagy a magok elhintődtek bennem, amikor az ő kis pincéjébe a hordókon mászkáltam, a létrákon meg a hordókon ugráltam át és aztán az egyetem végére abszolút a szőlőborszak irányra meg abba az irányba mentem el. Jelenleg tíz éve borászként dolgozom, különböző borvidékeken, különböző borászatoknak voltam az alkalmazott borásza, és 2020-ban hozta úgy az élet, hogy meg tudtam vásárolni Pécsejne ezt a kis birtokot, és azóta már a saját boraim, a saját márkanév alatt is készítem, illetve mellette még továbbra is uh, ilyen külsős tanácsadóként borászatoknak dolgozom. Miért éppen Pécsely? Főre borvidék van a legközelebb ugye Veszprémhez, ahhoz mindig is nagyon-nagyon uh, kötődtem, mindig is nagyon szerettem, uh, uh, és aztán 2014 környékén egy akkori munkáltatóm úgy döntött, hogy, a, a, hogy legyen balatoni borunk és azért engem küldött le, hogy ott Pécsen az egyik termelőnek nézzem meg a, a szőlőjét, hogy alkalmas a megvásárlásra. És amikor így felől érkeztem, és a Pécsi medencébe beértem, itt teljesen magával ragadott, és szinte letaglózott a látvány. Ciki vagy nem, de majdnem 20 éves korom még nem jártam, pedig nagyon-nagyon közel van Veszprémhez de ezt a kis kincses lárát én eddig nem, vagy addig nem láttam, és akkor így eldöntöttem, hogy na, amikor esetleg végre sikerül saját borászatot alapítanom, akkor ezt ezen a környéken szeretném megtenni, és hát olyan szerencsésen alakult az élet, hogy, hogy ott is tudtam vásárolni egy pincét. Milyen fajtákat termesztesz? Jelenleg három fajtával dolgozom, Traminivel, Merlóból készítek rozét, illetve olasz rizlinggel foglalkozom, ami ugye a borvidéknek a, a legnagyobb területen termesztett, meg, talán a legjobban a borvidékkel összekapcsolt fajtája. Abból én kétféle bort készítek, van egy, én úgy hívom, hogy egyszerűbb, egy reduktív, könnyedebb olasz rizling, illetve van egy komolyabb, nagyobb testű, hat hónapig fahordóban érlelt hordós olasz rizling. Ez a három fajta, ez egy borász életében épp elég? Mi a statisztika, vagy mit látsz a környezetedben? Azt gondolom, hogy egyébként a saját hitvallás, vagy gondolatvilág szerint az éttermek is akkor, akkor jobbak, hogyha viszonylag rövid étlappal mm -hmm. dolgoznak. Azt gondolom a borásznak is a minél kevesebb termék, vagy egy, vagy egy jó struktúrált termékpiramis az, ami, hosszú távon célra vezethető. De egyébként vezethető tudatosan adat. építetted ezt ki? Tehát volt egy tervezési szakasz? Volt egy változtatási szakasz? Akár most már, vagy még kísérletezel? Mindig kísérletezik mm -hmm. az ember, persze. Most éppen a hordós és technológiával, illetve az erjesztéssel kísérletezem egy picit. Vagy Úgy ezzel egy... a hárommal kezdted? Ezzel a hárommal tudatosan kezdtem. Aha. Igazából ezek közül egyedül a az, ami nem a saját területről származó gyümölcsből készül. Uh, viszont én szeretek rozét készíteni, ez egy ilyen, egy ilyen szakmán belüli A Legtöbben talán kék frankosból készítik, meg azon a környéken is a legtöbben kék frankosból készítik, viszont nekem a Merlónak ez a picit testessége. Uh, hosszabb eltartatósága, viszont mellette meglévő nagyon finom gyümölcsös illata és íze nagyon tetszik. Hogy emlékszel vissza a tíz évvel ezelőtti időszakra, amikor ugye már borászként dolgoztál, tehát egyáltalán nem volt tőled idegen ez a téma, mégis amikor már az ember a saját tulajdonát öntözi, metzi, a saját szőlőjét szedi, aztán a saját szőlőjét, szőlőjét változtatja borra, akkor azt hiszem, hogy egészen megváltozik az attitűd, nem? Meg persze. Egyrészt nagyobb felelősség, felelősség, uh -huh. egy picit nagyobb a nyomás is. Bár valószínűleg minden volt főnökemnek most kihullik a maradék maradékhaja, vagy ha van neki, hogy, hogy az is felelősség volt, persze az is felelősség. De nyilván egy picit máshogy gondol az egészre az ember, viszont kicsit talán boldogabb is. Tehát én olyan mosoly az arcomon, még nem tologatom a fűnyérot, mint a saját szőlőm közelébe, vagy a saját, saját birtokom. És egyébként milyen lehetőségeid voltak akkor? Segített a szakma például? Mikor? Amikor kialakítottad a saját borászatodat. Megvetted a területet? Persze, vannak szakmán belül barátok, akik, akik tudtak segíteni, illetve a, én azt gondolom a Pécsi Borász közösség is egészen jó és segítőkész alapvetően. Miért jutottál arra, hogy a kultúra eszközeit segítségül hívod arra, hogy népszerűsítsék a borodat? Egyáltalán ez-e a cél? Uh, Eredetileg nem ez volt a cél. Meg, amikor én az egészen elkezdtem gondolkodni a borászatalapításon, én nekem sok évvel ezelőtt volt valamennyi közöm a zenéhez, uh, és emiatt viszonylag sok uh, underground Budapest környéki zenészt ismertem, és úgy döntöttem, hogy, hogy milyen, milyen, jó lenne, ha meg tudna jelenni egy kis lemez a borok mellé. És aztán, ahogy ezt így az ember bontogatta ki ezt a gondolatot magába, jöttem rá, hogy igazából ezt egyfajta ilyen kultúrmisszióként is lehet tekinteni, hogy ezeket a kreatív alkotó folyamatokat összekapcsoljuk, mert hiszen a zenésznek is ugye elkészül a lemeze, koncerteket ad, és kialakul mondjuk egy rajongó tábora, aki folyamatosan hallgatja az a zenéjét, koncertjére jár. A borász az nagyon-nagyon hasonló. Gyakorlatilag nekünk is elkészülnek az évjáratban a boraink, amiket aztán bemutatunk mindenfelé borfesztiválokon, rendezvényeken, vagy akár helyben a kóstolókon, és kialakul egy törzs közönség, aki szívesen fogyasztja azokat a borokat, és újra és újra azokból vásárol, vagy azokat kóstolgatja. És úgy ezt a párhuzamot szeretem, volna egy kicsit jobban megmutatni. Ez a kultúrmisszió két évvel ezelőtt kezdődött, akkor ugye zenekarokat, zenészeket kerestél meg. Igen, akkor kezdődött. Volt már korábban egyszer ötletem rá, egy zenekart meg is kerestem egy egész úgy, hasonló projektben, de az végül nem, nem tudott létrejönni. És hogy alakult a kapcsolat a zenészek és te között? Meg a bor és a zenészek között lehet megrendelésre alkotni? Mik születtek? A zene az egy nagyon picit más volt. Ott a cél az addig kiadatlan dalok Aha. borhoz párosítása volt, tehát nem a borhoz születtek a dalok. Ez is volt a címe a CD-nek, Igen, kiadatlan az volt a, a lemeznek a címe. Uh, egyébként nagyon boldog vagyok, mert a mai napig ugye Spotify-on és minden digitális felületen lehet hallgatni, illetve a, a, a egy rádió is játsza uh -huh. onnan készült dalt a mai napig. Mert hogy volt egy nyertes, vagy volt egy kiválasztott? Volt olyan dal, ami bekerült egy rádió lejátszási listájába, és egyébként a mai napig ott van, és elég gyakran el lehet csipni a rádióba azt a nótát. Úgyhogy, De akkor ennek a nótának még nem volt közel közvetlenül a borhoz, az ízekhez, a nem, illatokhoz? A zene az úgy alakult, hogy igazából én személyesen ismertem a zenészeket, mondjuk úgy, hogy több éves jó barátságot ápoltam velük, és velük kezdtem el beszélgetni arról, hogy van egy ilyen ötletem, hogy ezt, ezt így meg szeretném csinálni, ezt a párosítást, és ők meg nagyon nagy örömmel. Volt olyan, akinek volt azt a fiókba több éve heverő nótája, és mondta, hogy akkor ezt felvesszük, és akkor így, így jelenne meg egy ilyen cédén, illetve volt olyan, aki azt mondta, hogy neki tetszik a projekt, és részt venne benne, és akkor erre külön egy dalt is szerzett. És akkor beszéljünk az idei programról, mert idén pedig a Veszprémi odalökött költészet elnevezésű szlemközösséget kerested meg, hogy írjanak szlemeket. Íme egy, ott vagyunk a bokrokban, a fákban, ott vagyunk egy szelet csoki tortában, a szélcsendben, a szélben, az összes csupormézben. Ez természetesen csak egy részlet az egyik alkotásból, Tóth Roland írta egyébként ezt, és az orasz rizling ihlette meg. Velünk van Dufek Zsófia szlemmer, akit viszont a Tramini 2021-es évjárata ihletett meg. Szervusz! Jó, Zsófi, köszöntelek uh, újra. Megkóstoltad ezt a bort, mielőtt írtál róla? Természetesen. Tamás nagyon-nagyon-nagyon nagy lelki volt velünk, és uh, minden borából kaptunk mi kóstolót. Maga az odalökött költészet, uh, mint egy közösség kapott kóstolót, és, és uh, igazából bárki, akit érdekelt ez a projekt, az meg tudta ízlálni a borokat, tudott inspirálódni belőle, és uh, és egyébként mindenkinek azonnal nagyon-nagyon-nagyon ízlettek. Nekem hát nyilván a Tramin ízlettel legjobban. El tudom képzelni, hogy Petőfi annak idején egy pohár bor mellett írta a különböző bordalait, például az egyesném otthont, de a te életedben, a te művészetedben ezt hogy kell elképzelni? Lehet-e megrendelésre alkotni? Alapvetően én úgy gondolom, hogy akkor lehet megrendelésre alkotni, hogyha hogyha az a megrendelés az téged megszólít. Uh -huh. Tehát, hogyha van benne valami, ami elindítja a fantáziádat, elindítja a, az írásodat, nálam például a Traminiben az volt a legmeghatározóbb, hogy ahogy ö, egyébként kaptunk egy leírást is a borokról, egy jellemzést, és ahogy a jellemzést elolvastam, azonnal megfogott egy ilyen nagyon-nagyon nyugodt légkör, amit, amit nagyon szerettem volna átadni a versemben. Meghallgathatjuk ezt a verset? Természetesen. Lágyonoson az éjszellő, dombok alatt tovaszál, keresi, kutatja régi éjben, álmaiban birodalmát, gazdag rétek, lombok mennyi életet rejtenek, az illatok, hangok, ízek egy régi dalt sejtenek, mesél a szellő, ifjú szívraj, mert versenyre hívta, szárnyaltak, de látja azt is, hogy most már egyre gyakrabban hallgatnak, már nem repül a dal a szérnek szárnyain, és nem zengi be a tájt, a szerelmük és álmaik. Most a kertük rózsát és ánisterem, Tudja, érzi, ez még mindig nagy szerelem, Csak elcsitult a szív, s már bölcsebben szeret. Nincs rajta semmilyen álarc vagy szerep. Elmélázik, míg poharát újra megtölti, és mosolyog, mert a szellő átöleli. Két kezébe fogja kedvese arcát, és lágyan ajkaira leheli csókját tudja még az erdő a régi dalokat, táncba hívja a szerelmes galambokat. Gyönyörű volt, nosztalgikus érzések, szerelem, hűség, nagyon sok gondolat felmerülhet bennünk a verset kapcsán, és lehet, hogy sokan nem gondolnák, egy húsz éves lány írta mindezeket a sorokat. Emlékszel még rá, hogy milyen gondolatok voltak benned, amikor megalkottad ezt a verset. Azt hiszem, hogy ezt, ugye azt nem kifejezést használjuk, de ezt szerintem hívhatjuk versnek is, ugye? Igen, igen. Magát, magát szlemet nem tudtam egyébként ehhez a témához írni, főleg azért, mert a Tramininek annyira egy lírai uh -huh. um, érzete van, hogy, hogy muszáj volt nekem is egy kicsit versesebb formába ölteni a gondolataimat. Um, egyébként maga az érzésben nem az az volt. De igazából a Traminit magát, mint bort úgy képzeltem el, hogy egy, érett felnőtt nő, aki, aki, tudja, hogy hol tart az életében, és tudja, hogy az tökéletesen ott van, ahol, ahol lennie kell, és, és van neki egy társa, és az egész csak így beteljesedett. Nekem a Tramini a beteljesülést, beteljesülés érzését adja. Tamás, egyetértesz ezzel? Abszolút. Tehát akkor ráérzett Zsófi arra, hogy mit akartál te a Traminivel üzenni az ízeken keresztül. E, és akkor, ha már itt tartunk, és említetted, hogy valóban jól érzem, és a te alkotásod inkább vers, akkor beszéljünk egy kicsit a szlem és a vers közötti különbségről. Beszélhetünk akár a szlem és a rep közötti különbségről is. Tehát, hogy mi a szlem? Hú, hát a slam poetry az egy nagyon-nagyon tág fogalom. Ezt nehéz megfogalmazni szerintem, hogy pontosan mi az. Én amikor megkérdezik, amikor mesélek a Szlámpoétről, azt szoktam mondani, hogy teljesen mindegy, mi az, csak mond szabadon. Tehát neked nem kell rímálnád, de ha akarsz, lehetsz lírai. Rí Tehát egyébként maga ez a költemény vagy vers, ez teljesen beleélik a Szlámpoétrinek a világába, hogyha egy ilyen el színpadra, ez ugyanolyan ö, ö, jó visszajelzéseket tudsz kapni, mint, mint hogyha egy szabadosabb ö, témával érkeznél. És nagyon jó, hogy ezt mondod, mert hogy a szlem közösség, a Veszprémi szlem közösségnek a mottoja az, hogy írd és mond. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy valaki megalkot valamit, hanem elő kell azt adni. És én is felolvastam valakinek az alkotását, Tóth Rolandét, valószínűleg nem ezzel a hangsúlyozással, nem ezzel a hangulattal olvasná ő fel. Ez így a téd, ez így a szlem, ahogyan te ezt prezentáltad, igaz? Igen, igen. Tehát magának a slam az a lényege, hogy te írtad meg, és te fogod elmondani, ez sehogy máshogy nem lesz lempoetre, és sehogy máshogy nem lesz az az élmény, amit te át szeretnél adni, csak akkor a te magad mondod el. Van, amikor ez jobban sikerül, van, amikor ugye ez kevésbé jól sikerül, hiszen nem mindenki születik azonnal előadónak, tehát ugye ezt ki kell tanulni. Az odalökött költészet elnevezésű közösséghez mikor csatlakoztál? Hát ez pontosan nagyon nehéz megmondani, talán ilyen 2016-2017 környékén, Hát akkor kamaszkorodban tulajdonképpen. Abszolút, de én a középiskolás éveimnek az elején találkoztam vele, azt se tudtam, hogy micsoda, eszike vagy iszák ezt az egészet, és egy barátom elvitt egy egy ilyen odalököttes estére, és hát magával ragadott az egész, hiszen nagyon pici korom óta egyébként én irogatok. Irodalmat szeretted, gondolom. Tehát imádtam, azért... imádtam, Nem, nagyon jó irodalmat Kell egy alap. Voltak. Tamás, te az odalökött költészet tagjait ismerted, vagy hogy jött az ötlet, hogy éppen őket keresd meg? Nem ismertem őket személyesen. Uh, Annyit még egy picit visszakanyarodnék, a nem és a vers és ez egyéb különbségek. Azt szoktam mondani, hogy amikor 48-ban Petőfél Nemzeti Múzeumban elszavalta a Tapról, na az volt az első ismereslem volt. Vagy hogy az, az nagyon közel állt. Ez mert... jó példa, mert így meg is értjük, hogy igen, az igen. Igen, tehát tulajdonképpen ő írta, és ő elmondta azzal a hangsúlyjal, vagy azzal a szenvedéllyel, amivel el szerette mondani. Uh, én amikor kitaláltam, hogy a, az idei borokhoz nem zenéket szeretnék párosítani, hanem egy másik kreatív alkotó folyamatot keresni, amit a borral párhuzamba lehet állítani, és egyébként a címkén jól meg is lehet jeleníteni, akkor azt nem Poetry jutott eszembe. Én 2006 környékén ismerkedtem meg ezzel a, vagy 2008 környékén ezzel a, a, a kultúrágazattal. Egy akkori lakótársam vett részt a, a Pesten a Számboheti közösség életébe, és én rajta keresztül kerestem meg azt embereket, hogy, hogy tudnánk együtt működni. De és akkor aztán... te nem vagy szlammer? Nem, uh -huh. nem. Én nem vagyok a szlammer. Ha érdekelt a műfaj, akkor mégis mi tartott tőle az aktivitástól távol? Kell lehet egy tehetség, és Zófi, neked is szól a kérdés. Biztosan. Inkább csak hajlam. Hajran. Szerintem mm -hmm. nem, nem feltétlenül a tehetség. Te, nyilván a tehetséget is keressük, de de nálunk tényleg bárki színpadra állhat. Egy találkozol olyannal, akinek például az írás könnyebben megy, de több ember előtt előadni magát, igen. az már nehezebb. Én így. vagyok rá az egyik példa. Na, Én hát nem gyűlöltem színpadra állni, az araim tőle. Tehát így remegett a kezem, a hangom, vannak régi felvételek, szörnyű. Hát akkor nagyon sokat tanultál is a szemmelés közben. Igen, igen. Megfejlődtél. Tamás, akkor térjünk vissza a kapcsolatra, az odalökött költészet és a te kapcsolatodra. Hogy értékeled utólag az alkotásokat? Mindenki ráérzett az ízére? Igen. Az egyes boroknak? Uh, nekem nagyon tetszenek az alkotások. Nem, nem nem tudnék olyat mondani, hogy most ez a legkedvencebb is kiemelni, vagy ilyesmi. Mindig egységesen nagyon tetszik. Uh, azt gondolom, hogy jól passzolnak a borokhoz. Én az elején nem adtam nekik se témamegkötést, se, se, akár a hosszra vonatkozó megkötést. Nyilván egy borászatnak nincs ilyen szempontból véleménye. Úgy voltam vele, hogy kóstolják meg a bort, és amilyen ihletet az, az, nekik, vagy ad az nekik, abban szülessen meg ez a költemény, ami Többféle évjárattal megkínáltad őket? Nem. Csak az új évjárat 000. boraiból kaptak. És akkor ezek a versenyek... Amikhez a... szerettem volna párosítani. Tehát tudatos volt, hogy melyikhez Igen. szeretnél párosítatni, és melyekhez a legjobbakhoz? Uh, nem, a 2021-es uh -huh. évjárat négy borra. Ugye az elején beszéltünk a termékpüramisról, a négy bor készült, ahhoz a négy borhoz szerettem volna, mert 2024 2020-as borhoz a zenék készült. A zenék el. így van. Uh, és akkor ha beszéljünk a külcsínyról, hogy mert a belbecs az adott, hogy a címkéken megjelennek esetleg ezek az alkotások? Igen. Uh, két vonalon vittük tovább ezt. Egyrészt a, én nagyon szeretem, amikor a van egy. Az élőben előadott, vagy előadó Sztán van egy zenei aláfestése, és ezért az egyik tavaly alkotó zenészt, a jobbágy Bencét, a Bence Kalandjainak a frontemberét megkértem, hogy ugyan már ezekkel vegyük föl a a Lámpoetriket, így élőben elmondva, hogy most a zsófi, és aztán utána csináljunk neki egy kis zenei alapot. Ezek egyébként már megtalálható a nagy videó lejátszó felületen, illetve hamarosan megtalálható lesz az összes online felületen. A másik vonal pedig az, hogy grafikailag is megjelenítettük. A címkéken megjelentek a minden szemből választottunk egy-egy idézetet a szemmelrel közösen, és akkor azt megjelenítjük a címkén. Rófi, beszéljünk még egy kicsit az odalökött költészet közösségről. Hogy kell elképzelni a munkátokat? Minden hónapban találkoztok, mindenki előadja az a, a, havi termékét? Vagy vannak témakörök, amelyekre írni kell? Igazából ez is az is. Tehát vannak olyan esténk, ahol, ahol van egy megkötött téma, és, és akkor azzal kapcsolatban akár egy versenyt csinálunk, vagy, vagy vannak ilyen, ilyen nyílt események tulajdonképpen, amikor tök mindegy, hogy milyen témával, teljesen mindegy, hogy milyen stílusban jössz, gyere, szóljál, adj elő, Üm, és, és csak oszd meg velünk a, a művészetedet. Igazából mind a kettő él, havi, heti szinten szoktak lenni nekünk különböző eseményeink. Megyünk egyébként majd a Tamáshoz is a nyáron Üm, előadni, ezeket a szlemeket tudják majd a, a hallgatók élőben is hallani, illetve nyilván egyéb más műveket is. Egymás közönségei vagytok, vagy vannak olyan műkedvelők, mint például Tamás, akik elmennek, meghallgatják, de ők maguk nem írnak, nem adnak elő. Abszolút, abszolút vannak olyan ö, emberek, akik csak, csak magát a művészetet jönnek hallgatni és és élvezni, de nyilván mi egyébként egymás közönsége is vagyunk. Tehát én imádom hallgatni a a, a, a az előadás módját, meg, meg azt, ahogy, ahogy ők megfognak egy-egy pillanatot, vagy ahogy körbeírnak egy-egy pillanatot, nagyon-nagyon izgalmas, és egyébként nagyon sokat lehet egymástól tanulni. De azért itt az átadáson nagyon nagy hangsúly van, nem? Hogy, hogy tényleg átjön-e az az üzenet, amit meg akarsz fogalmazni egy szöveggel. Igen, igen, nekem, nem az azért nekem ugye ez nehézség volt, és a, például a Rolandék nagyon sokat segítettek ebben, hogy hogyan adjak elő egy szöveget úgy, hogy hogy az tényleg átjöjjön, és csak ne csak nekem legyen mondani valója, hanem hanem a közönségem is értse, hogy mit szeretnék. Zsófia, te életedben ez hobbi, vagy esetleg van egy olyan célod, hogy hivatássá váljon? Ugye mondtad, hogy gyerekkorodóta írogatsz, azért ez a vers sem rossz, bár én haikus <laughs> vagyok, de, de talán mások is értékelik. Igen, abszolút egy célom, egy nem titkolt célom, hogy én egyszer majd az írásból éljek meg. Egyelőre ez még, egyelőre ez még sajnos egy hobbi szinten van, meg illetve keresem az ilyen lehetőségeket, amikor, amikor lehet publikálni, és lehet megmutatni, hogy én ki vagyok, de, de nem titkolt célom, hogy szeretnék egyszer ebből megélni. És akkor beszéljünk az interjú vége felé a borászatról, Mórocs Tamás borászhoz fordulok. Milyen munkálatok vannak most a területen? Milyen termésre vársz? Mi a prognózis? Nagyon jó termésre várok prognózis az annyira most még nincsen. Nagyon-nagyon az évjárat elején tartunk. Kicsit elhúzódó volt a, a tél. Vagy inkább mondjuk úgy, hogy nagyon hűvös volt a tavasz, viszonylag későn fakadt a szőlő. De sok eső esett, nem? Talán. Nem biztos, hogy mezőgazdaságilag is értékelhető. Áprilisra jóta óta egy ilyen 120 millikörnyékén esett le, vagy az a mennyiség esett le ott nálunk a, a szőlőben ami uh, nem olyan kevés, de azért uh -huh. még egy némi eső hiányzik a, a talajból. Úgyhogy szépen felüljük a szőlőt. A pincomunkáknál pedig ott tartunk, hogy a, a három bor már le van palackozva, azok már el is készültek, szépen meg lehet nézni a címkéket is, illetve megkóstolni a borokat, rajta ugye a, a köztük a Zsófinak például a, a szlemje. A negyedik pedig a hordóból most a napokban fogom kifejteni, Úgyhogy a, a negyedik slammernek elkészült a műve, de még nincsen uh, grafikai megjelenése. Grafikussal labba. dolgoztál egyébként, vagy saját ötlet alapján? Grafikussal készültek? dolgozom. Grafikussal dolgozom, igen. Uh, nem saját ötlet. Az az igazság, hogy az én <küzdő> kézügyességem szerintem a vetekszik, de lehet, hogy rosszabb. <küzdő> hát de tudod a, metsz, megy, tudod, tudod a szőlőt meccseni, nem? Hát a te kézügyességed. Igen, az, az arra kell, hogy Így kiterjedjen. <küzdő> És hát gondolom, hogy a kézügyesség mellett azért a mentális készség is adott. Gondolkozol újításokon, azt mondtad, mindig kísérletezel. El lehet -e ebből árulni pár dolgot. Mármint a. Hogy most mivel foglalkozol így mentálisan, milyen ötleteid vannak a jövőre nézve? Ha lezárul a Slenderekkel a projekt, akkor mi lesz Van a következő ötletem, végtés? igen. Uh, ismét kreatív alkotó folyamatot szeretnék találni, uh, olyat, amit egy címkén is valamilyen módon meg tudunk jeleníteni. Van néhány ötlet, de azt még nem szeretném addig elárulni, amíg, amíg nem válik biztossá, illetve... Azt a kifejezést használtad, hogy egyfajta kulturális küldetést végzel. Szerinted ez sikeres? Meghallják a slammerek hangját, meghallják a zenészek hangját a közönségtagjai? A borkedvelő közönség tagjai? Bízom benne, hogy sikerül olyan zenészeket, illetve olyan műfajt, például a poétrit egy kicsit nagyobb reflektorfénybe állítani, ami által ö, több kedvelője lesz a műfajnak, mert azt gondolom, hogy egyébként érdemes arra, hogy többen járjanak akár szlámpoetri estekre, vagy olvassanak, vagy hallgassanak szlámpoetriket. Zsófi, egyébként a Covid az mennyire határozta meg a ti életeteket? lehetett online szlámpoetri közösségi élményt átélni? Nem, nem, el, abszolút ez nem. Szól. Így, így a, a Covid alatt ez az egész folyamat, ez, ez meg is állt. Hál' is Veszprémben egyébként, amint, amint, lehetett, azonnal újra is indították a, a szervezők. Többek között ugye a Tóth Roland, aki, akinek hmm. az egyik szlámja szintén felkerült a, a, az egyik borra. De ott, ott meg is állt egyébként Covid alatt sajnos, tehát ott nem tudtunk tevékenykedni, nem nagyon volt hogyan, meg hát nyilván ez nem az arról szól, hogy, hogy, te online alkotsz, hanem arról szól, hogy azonnali visszajelzést tudsz kapni a közönségettől. Úgyhogy, úgyhogy ez a Covid alatt ez nem volt élő, úgymond. Most már viszont minden adott, ugye? Igen, hogy igen, igen hirdre, most már is hónapra, találkozhassatok. Igen, most már, most már egyre több rendezvényünk van, meg én is egyre többet járok haza, uh, Veszprémbe hozzájuk, és, és így akkor már én újra ki tudom venni a részemet ebből, a, ebből, az élményből. Tamás, te meghívtad a szlemmereket egy alkalomra, borászatodban? Mondtad, meg, róf, hogy mennek igen, hozzád is. Igen, július 16-án lesz egy olyan uh, a rendezvényünk, ahol a szlemmerek fel fognak lépni, és hát is közönség adnak. is? Persze, persze. Tehát ez egy abszolút ö, nyílt rendezvény, ö, ahol a teraszon a kilátásban, a Balaton és a Pécsi Merencse látványában csodál, vagy azt ö, csodálva ö, hallgathatjuk meg a Szemmeket, és akkor szerintem már mondjuk el, hogy ugye a a Nézlemmerünk, a Dufek Zsófit már említettük, ugye Mesél a Szellővel, a Traminihez készült a verse, a Tóth annak a Foton című készült a Reduktív Olasz Éltető Erzsébetnek a Palacgozár Szerelem címmel a Merlorozéhoz, és Sarka Dominiknek címs, címmel a, a Hordós Olasz Rizlinghez készült a műve. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Az elmúlt fél órában Mórosz Tamás borászal, a Mórosz pincészet tulajdonosával és Dufek Zsófia Slammerrel beszélgettünk a bor és a slam kapcsolatáról. Ahogy hallottuk, elég szoros ez a kapcsolat, reméljük így is marad a jövőben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. szépen.